Hármas szabály. A maga nemében páratlan. Valamiért én Faramuccin komolykodósra sikeredett ez a mai hármas szabály, legalábbis eddig, sőt az az igazság, maradunk is egy kicsit még ilyen komolykodós vonalon, bármikor Jocó itt van, olyankor mindig előszeretettel szoktuk szétviccelni az egészet, bár valószínű most is lesz rá alkalom és lehetőség. De ha már beszéltünk potenciális áramenergiás világ végéről, meg beszéltünk ugye a TikTok és a hozzá hasonló felületek, illetve az internetes tartalmak nagyon is ártalmas hatásairól, akkor íme a sok rossz hír után hozunk jót is, mert hogy velem szó szerint a tegnapi nap folyamán szaladt szembe az interneten a remek hír, hogy úgy néz ki, hogy az RMDS-nek, többek közt az RMDS-nek is köszönhetően, de a jövőben kapunk némi nemi segítséget abban az esetben, hogyha szeretnénk telekönyvesztetni a különböző bel, illetve kültelkeinket. Mert ugye azt egyértelműen pontra kell tenni, meg le kell szögezni, hogyha valahol Románia szinten igazán nagy gabajodás van, adminisztráció is, egyáltalán papírra rögzített dolgokkal kapcsolatban, akkor a telegondok esete az hatalmas halmaszt jelent ebben a pillanatban. És ami nagyon fontos, hogy ez már meg is, vagy le is lett közölve hivatalosan az államelnöki hivatal részéről, úgyhogy elviekben mostantól juhú van, aztán lássuk, hogy a 85 lejjes anyagi támogatást, azt én szívem szerint megdobnék még egy nullással, úgy jobb lenne, de... Én is olvasom ezt a hírt, csak az az igazság, hogy én szerintem hasonló vagyok sok olyan rádióhallgatóval, aki ezt még pontosan nem értem, ezért mindig itt van mellettünk Nagy Endre, aki ezeket tényleg nagyon szépen tudja elmondani, úgyhogy mindenki megértse. Tehát Endre, átadom a szót. Jó, kezdjük egyszerű kérdéssel, és körkérdés, nekem is egyébként érvényes. Mindenkinek a családban minden föld, minden ingatlan a saját nevén van. Ismertek-e olyat esetleg, akinek még nem volt rendezve hagyatékolása például, vagy telekönyvezése? Én nyugodtan tudom mondani, hogy ez elég kusza történet a legtöbb esetben, amikor már a harmadik ágon elhunyt valakinek, van még egy részecskéje egy parcellából, vagy például valaki csak egy bérleti szerződéssel használt egy földet. Biztos vagyok benne, hogy van erre nézve példa mindkettőtöknek, sőt, nálam is került. Sűrű bólogatás ez a közepette, igen, a válasz. Nekem nincs földem, szeretném nekem kijelenteni. Sem. Nagyon szeretném, ha valaki rámiratna egy jó nagy földet. Ezt most így a rádióban elmondtam, tehát meg lehet engem keresni. Viszont a szüleimnek, vagy a nagyszüleimnek igen volt ilyen. Na ez óriási nagy katyfaszt jelent egyébként a felhasználónak is, és az állami szerveknek is. Tehát amíg nincsen minden rendben, nincsen minden papíron, ki milyen jogon használ egy területet, vagy egy kültelket, vagy egy beltelket, addig az állam sem tudja, hogy most akkor jó, hogy kiírom az adót rá, de ha kiírom Józsinak, miért kaszálja Mózsi című történet, vagy milyen jogon. Itt szeretnének fehéren-feketén látni a állami részről, és szerintem ez nekünk is fontos tud lenni. Ez már neki fogtak ennek a volt különböző ugye ilyen örök kösítési, meg telekönyvezési kampányok már lezajlottak. Csak az a baj, mint mindig, amikor benyitom semmi bajom a közjegyzőkkel, de akárhányszor benyitom a közjegyző ajtaját, vagy akár ilyen telekönyv hivatalok ajtaját, úgy meg kell bélelni rendesen vastagra a pénztárcát, mert ezek az eljárások ugye bizony-bizony megvágják a zsebünket és költségvetésünket. Mi volt ehhez képest a kezdeményezés? Ha például valaki, és sok esetben akár nyűg is tud lenni egy öröklés, hadd tegyem hozzá, akár egy nyugdíjban magányosan élő valakinek jön az örökség, lehet, hogy hónapokig kell gyűjtsön arra, hogy a megfelelő összeget előteremtse, hogy a jogi procedúra végig tudjon menni. És ha már az állam is rendet szeretne, mindenki rendet szeretne a magán életében is, földjei, ingatlanjai környékén, legyen az termiföld, bármi más, akkor miért ne találkozunk középen? Mert ha szándék megvan állami részről, hogy ők is szeretnének tiszta vizet a pohárba ez ügyekben, és mi részünkről is megvan a szándék, te kitől is örököltük ezt, kinek a nevén van, a kukoricaföld, a lucernaföld, vagy bármi, és mert nálunk is megvan a jó szándék, akkor találkozom a két jó szándék. Egy kis támogatással, odafigyeléssel ezeket rendezni lehet. A mostani már ugye bejelentett mondjuk a segítség, az úgy érkezik, hogy a költségek egy részét, nem minden esetben, átvállalnám az állami szerv részről. Az a tulajdonképpen itt már csak tájékoztatás kampány hiányzik, hogy ténylegesen bemenjen nagyszülő, szülő, bárki, idősebb generáció, és kérjen arról tájékoztatást, mit kell tenni, mit kell papírt behozni, és mennyivel gyengült, vagy mennyire vékonyabb az ő pénze, amit le kell tegyen az asztalra. És így találkozik egyébként törvénykezés az egyszerű emberrel. Most már így gondolom tisztább az egész történet. Tehát akkor mondjuk, hogyha eddig, bocsáss meg Kincső, hogyha eddig mondjuk került 1000 lejbe egy föld átiratás, akkor most kerül 500.
házba, vagy most lebutítottam persze a kérdést. Én nem akarok butasságot mondani, úgyhogy konkrét összegek szintjén egy kicsit hagyjuk függőben a történetet. Én tegnap még egy ilyen 85 lejes díjbefizetésről olvastam, hogy ez azóta változott-e, vagy kerültek-e nagyobb számú összegek szóba, azt őszintén nem tudom, viszont tegnap délután még itt tartott a történet egy 85 lejes összegnél. Az nagyon-nagyon fontos, hogy ugye a telekönyvesztetés maga a folyamat, az nem egy olcsó mulatság. Tehát aki valaha ezt csinálta, jól tudja, vagy egyáltalán a telkekre vonatkozó különböző mérések, mert ugye ahhoz, hogy telekönyv készüljön, ahhoz ki kell hívni a topográfust, ő egészen busás összegért megméregeti, felméregeti, berajzolgatja, stb. Stb. Tehát, hogyha a kézen közül összeszámoljuk a telekkel, és mondjuk például egy külteleke, de ilyen alapon a beltelek is ide tartozik kapcsolatos, minden nemű kifizetni valókat, orbitális összegek jönnek ki a végén. Értelemszerűen függ a telek méretétől, ez nagyon-nagyon fontos. Na, ahhoz képest egy 85 lejes kis támogatásocska, valamelyik díjbefizetés apropóján az én olvasatomban nem egy nagy összeg, de örülök annak, hogy egyáltalán ilyen szinten is történt előrelépés. Számomra sokkal inkább szimpatikusabb ennek a mostani törvénynek az a vonatkozása, amely a zsebszerződésekre vonatkozik. Aha. Mert ugye kérdezted Endre korábban, hogy vannak-e ilyen földdel kapcsolatos keszekusza ügyek, szerintem minden családban vannak. Tehát ha nem is hagyatéki vonalon feltétlenül, mert mondjuk idősödő rokonnak nincs ideje, energiája, pénze végigcsinálni, de még a fiatalabb generációk sincsenek abban a helyzetben, hogy helyette lejárják. Tehát hagyatékok szintjén azért nagyon nagy gubancok vannak, viszont a zsebszerződések azok, amelyek még nagyobb gubancot okoztak itt az elmúlt jó pár évben, illetve évtizedben, mikor valaki elkezdte kibogozgatni, hogy mi merre, hová, hogyan. És rengeteg telek, külbeltelek lett úgy megvásárolva, hogy ketten-hárman aláírogatták, nem tudom őszintén, hogy annak idején, főleg 90 után mi volt ennek a procedúrája, de aláírogatták, és akkor volt egy papír, amit lehetett lengetni. Ha jól értem, akkor most ezeknek a zsebszerződéseknek egyrészt a letisztázásában, illetve jogilag tisztába tételében fog tudni segíteni ezen túl az állam. Én ehhez nem tudok nagyon-nagyon hozzászólni ehhez a témához, viszont egy hasonlóhoz szeretnék hozzászólni, vagy ennek kapcsán felmerült bennem egy kérdés, ugyanis ugye tényleg nekem nem volt dolgom még ilyesmivel, ezért én nagyon-nagyon zöldfülű vagyok ilyen téren, viszont megfigyeltem valamit, és ezt megosztom most veletek. Azt figyeltem meg, hogy itt Székelyföldön nagyon-nagyon fontos az embereknek ugye a föld. Uh-huh. Például Hollandiában az embereknek nincs saját házuk, legtöbb emberről beszélek, vagyis bérelik a házakat, és olyan nyugdíjuk is van természetesen, hogy megengedhetik maguknak, hogy egy életen át egy olyan házban lakjanak, ami nem a sajátjuk, és nem úgy bérelik, hogy attól félnek, hogy ma-holnap kirakják őket, hanem elkezdték bérelni mondjuk 20 évesen, miután befejezték az iskolát, és életük végéig ugyanabban a házban fognak lakni, úgy, hogy nem a sajátjuk, mert hogy ott ugye nem divat annyira, hogy az enyém, ez az. Ugye nálunk az van, hogy egy fiatal azt mondja, hogy én mit szeretnék? Egy jó feleséget, és egy szép házat, és egy szép autót. És az legyen az enyém, ugye? Na jó, a feleséggel egyetértek. Tehát az lehetőleg legyen az enyém. Van az egy nyitott házasság, ahol lehet osztozkodni, csak szólok. Csak nem elhatározás. Tehát nem hiszem, hogy valaki, mikor elkezd gondolkodni ilyen nem dolgokban, az azt mondja, hogy szeretnék először is valakinek a feleségét, ne legyen az enyém. Tehát így nem kezdi senki. A lényeg az, hogy nálunk ugye nagyon fontos a föld. Nagyon fontos az, hogy birtokoljuk azt a földrészt. Az lehet tényleg kaszáló, mert én is például gondolkodtam sokat, hogy milyen jó lenne nekem is lenne egy földem. Uh-huh. És mert hogy valójában van földem, örökölni fogok a szüleimtől, ugye én falun nőttem fel, de az nagyon messze van innen, ahol én lakom, ugye? És ezért valahogy úgy érzem, hogy hát azzal a földdel nem fogok tudni kezdeni semmit. Ezért például
ilyesmit, hogy cserélni ilyen nagyon-nagyon távolból egy földet vagy valami, de a lényeg az, hogy én ezt akartam csak elmondani, hogy milyen fontos a székely embernek, hogy legyen a föld, és az legyen a nevén. Úgyhogy ilyen szempontból örülök én ennek a törvénynek, hogy ez akkor sokkal könnyebb, mert amúgy meg az, aki ebben utazik, vagy földeket akar vásárolni, azt gondolom annak azért sokkal könnyebb, mert az csak azt a földet veszi meg, aminek a papírjai rendben vannak, stb. De hogy így, hogy örökölni, így tényleg. Na, én ennyit tudtam ehhez hozzáfűzni. Nem baj, ha te drága, jó, szóval hozzunk még itt témafelvetéseket, amiben egyébként mi se vagyunk sokkal nagyobb szakértők, mint te tegyük nekem hozzá. Úgy tűnt, hogy te nagyon nagy szakértő vagy. Igen, mert én most a közelmúltban néhány éve korábban végig kellett csináljak, de egyébként apropó tanulság, végig kellett csináljam, kellett, hát megkértek és segítettem egy beltelkesítési folyamatot. Ahogyan kültelekből beltelekké nyilvánítanak ugye egy parcellát, itt nálunk Romániában. Na kérem Aláson, a bürokratikus ügyintézés legsötétebb, legmélyebb, legutálatosabb, legunalmasabb, legtürelemkikezdőbb ágabog. Tehát 5 évet vitt el az életemből őszintén maga a folyamat. Egyébként csak az időhúzások véget volt rettenetesen hosszú. Ügyintézés szintjén vannak egyszerűbb részei is. Tehát nem egy bonyolult dolog. Viszont onnan tudom például, hogy rengeteg pénzt viszel. Tehát most nem tudom fejből jelenállás szerint hol van egy topográfus munkadíja, de tudom, hogy nem egy olcsó történet. Meg az a rengeteg papír, meg avíz, meg mindenféle, amit be kell szerezni, ki kell törtetni, tanulmányok, amiket meg kell iratni. Szóval ennyi a háttere az egésznek. Viszont nagyon fontos az, amit te mondasz, és szeretem, és mehetünk is el akár ebbe az irányba. Az a helyzet, hogy nálunk még nincs ez a trend és ez a divat, hogy csak béreljük a dolgokat, bár begyűrűzni látszik, de mi azért még abban nevelődtünk bele, és szerintem egyébként ez biztonság érzet kérdése. Nem azért feltétlen, hogy akkor gazdag vagyok, s földjeim vannak, s erdőm van, s kaszálón van, s nem tudom mi, hanem én például, ha magamra gondolok, és szintén olyan helyzetben, ugye, mint te, hogy valószínű öröklés útján előbb-utóbb majd valami kerül talán az én nevemre is, vagy nem, majd eldönti a világ. De nekem is... úgy izgulok. Miattam vagy magadért? Miattad. Jaj, köszönöm. Hát ez a terhet, igazi férfi. Köszönöm. De pont arra gondolok, hogy ilyenkor jön bennem is egy ilyen érzés, és ez neveltetés egyértelmű, hogy hát ha lesz majd egy kis parcellám itt vagy ott, az én nevemen, akkor milyen jó, mert a majdani gyerekeim biztos, hogy nem maradnak mondjuk tulajdon nélkül. Fedél nélkül. Nagyon jól mondod, mert egyéb nem, világ vége után is egy kicsi vityilót oda fel lehet húzni, igen, mert az a miénk. Igen, és tudod, hogyha mondjuk örökölsz egy kis erdőt, akkor tényleg le is szarhatod, hogy levágják a villanyt, nem? Tehát, hogy akkor kimész az erdőre. Raksz tüzet. És raksz egy tüzet, ott felhúzol egy kis sátrat, és akkor, mert hogy a székely ember szerintem nyugodtan el tudna lenni ott is. Ez a ilyen nagy kényelem, hogy most tényleg mindenhol villany legyen, és minden elektromos legyen. Lassan nálam is azon gondolkodtam, hogy azzal a kis emeletre egy mozgó lépcsőt csináljak, de minek? Minek? Mit akarsz? Mozgó lépcsőt odahoz? Igen, meg lefele gondoltam egy ilyen rudat, mint a tűzoltóknál. Jaj, más rudat. Kincső. Nem, itt kettő. Gyerekeim vannak. Nem arra készítem. Hát igen, lehet, hogyha azt a szakmát választanák, jobban élnének, viszont egy ilyen rudacskát, amin úgy lecsúsznak, tudod, amikor kiáltja anyuka, hogy ebéd, akkor látom, ahogy így csük-csük-csük jönnek le. A mozgó lépcső az vicc volt, de ezen a rudon télen gondolkodtam. A lényeg az, hogy össze lehetne a kettőt kötni, és igen, az ember ugye arra gondol, hogy van saját földem, akkor már nem halok éhen. Uh-huh. Mert oda lehet valami pityókát ültetni, vagy törőbuzát, vagy bármit. Ugyanakkor van egy rész, ahova nyugodtan egy kis házacskát, akár fából, vagy bármiből fel lehet húzni. Úgyhogy igen, valóban értem én ezt, csak hogy meg az életünk is olyan, illetve a kereslet is olyan, hogy nem vagyunk olyan ország, ahol annyit keresünk, hogy egy nyugdíjból majd megengedhessünk magunknak egy komolyabb lakást bérelni, vagy egy szerényebbet akár. Ezért ez tényleg mentalitás kérdése. Igen, emellett pedig ugye kicsit visszaköszön a múlt ez az egész dologgal kapcsolatban, főleg mi nálunk, ugye államosított területek vannak nem rendezett állapotban, aztán vannak olyan dolgok is, ami szeretnénk tisztázni az állapotát, ugye tényleg biztos akarsz lenni benne, hogy a tied. És ahogy Jocó is mondja, nem véletlenül, ha nem magadért, a gyerekeidért. Tehát ugye van ez a fajta
egyfajta ilyen biztonságérzet kényszer az emberekben. És ugye nagyon sok helyzetben azt látjuk ezzel kapcsolatban, hogy van valahol egy tényt a ceruzával írt papíros, valamelyik fiókban, ott az almáriumban vagy a komódban, és akkor, mikor mész unokaként és segíteni akarsz, akkor rájössz, hogy ennek semmi jogi súlya nincs, ember, mindannak, amit ugye és még van az ennél, ami megegyeztünk egyszer már a Mózsival, azóta úgy van. Illetve jön a, nem tudom, a harmadik unokatestvér, és azt mondja, hogy hát nekem is van egy olyan papírom, és akkor itt kezdenek el a dolgok elharapódzódni. Igen, itt már a családi per, patvar, a szó szerint perrel kezdődik, és ki mit, hogyan tud bizonyítani, kinek milyen ügyvédre van egyébként pénze. Sajnos ez tényleg akár éket verhet egy nagyobb családi közösségbe, úgyhogy szerintem nem árt az, hogy olyan rend van, mint a Kincsó könyves polcán. Jaj, bár olyan lenne, de az Isten, hogy de olyan rend legyen. Vajon ezzel a törvényen nem játszanak ki ilyen dolgokat most? Jaj, de minden törvényen mindig kijátszanak valamiket is, és mindig vannak kiskapuk. Itt egyelőre szerintem arra érdemes fókuszálni, hogyha vannak valóban elrendezetlen ügyek, akkor úgy tűnik most egy fokkal még könnyebb lett ezt megoldani, meg állítólag ugye korábban beszéltünk, nem tudom melyik nap arról, hogy január 1-től, ha minden jól megy, egyáltalán a bürokratikus ügyintézések, az adminisztratív ügyintézések egy kicsit egyszerűsítve lesznek, úgyhogy én üdvözlöm és várom a pillanatot. Viszont nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, és jó, hogyha elmentünk ebbe az irányba beszélgetés szintjén, hogy nem csak a telek maga, hanem a hagyatéki kérdések, hanem a beszélgetések családon belül is. Akár én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy például nálatok mennyire tabu erről beszélni, akár a ti generációtokban, mondjuk az idősebbekre vonatkozó, mert ugye, ha a hagyatéki kérdés kerül szóba, az valahol mindig magával vonja azt, hogy előbb-utóbb az Igen. a kedves rokon ismerős családtag már nem lesz. És én azt veszem észre, hogy olyan nehezen beszélnek erről az emberek, holott kellene? Igen, eléggé tabu téma, de szerintem egész térségünkben, vagy nem, ez szinte azt kell mondjam, hogy nem is családfüggő, ha csak nem egy olyan családról beszélünk, ahol szeretet sehol semmi, csak ez van, ez létezik, ott valószínű, hogy terítéken van, és állandóan csak erről beszélnek, ott viszont nem beszélnek másról szerintem, de nem tudom ezt alátámasztani. Én csak arról tudok beszélni, hogy a mi családunkban is erről nem beszélnek, illetve az a család, a nagy család, amiben belekerültem, ott sem beszélnek erről. Ennek szerintem két oka minimum van. Az egyik az, hogyha erről kezdünk beszélni, akkor ugye egyből az az érzésed, hogy na akkor várod a halálomat, című dolog. Előre. Tehát, hogyha megmered kérdezni a nagymamát, hogy nagymama, akkor az a föld, ami ott van kint a falu szélén, az akkor kié lesz az enyéme, vagy a testvéremé, vagy meg tudnánk-e oldani, hogy az az enyém legyen, vagy hogy a testvére kell, és akkor én szeretném azt átengedni, és akkor erre azt mondja valószínűleg a nagymama, hogy alig várjátok, hogy meghalljak, ugye? Vagy azt mondja a nagymama, hogy nem tudom, fiam, ezzel most hagyjál engem, majd ha meghalok, ti elintézitek. Igen. Nos, ez a legrosszabb, hogyha tudod, hogyha meghalok, majd elintézitek, mert valóban olyankor merülnek fel azok a problémák, hogy valaki nem úgy gondolta, vagy nagymama nekem mást mondott, című dolog, és ilyen szempontból szerintem egy kicsit maradiak vagyunk, elnézést kérek, de saját magamra is értem, hogy nem tudunk ezekről a dolgokról tényleg nyíltan beszélni, és azt mondani, hogy például most mondok egy példát, minden család, ha azt tenné, hogy amikor az illető nyugdíjba megy, tehát legyen ez egy ilyen, tehát mondjuk tartunk egy hatalmas partit, ahol mindenki TikTok kihívásokat teljesít. Nem, ez nem az a parti lesz. Igen, tehát hogy tartunk egy gyönyörű partit, és rá egy hétre vagy kettőre szépen összeül a család, és egy az egybe erről beszélgetni, hogy azt mondja az, aki nyugdíjba ment, és akinek a nevén vannak földek, telkek, ház, akármi, ingóságok, hogy na abban az esetben majd, akkor gyertek, nézzük meg, melyik papír van szépen tisztán elintézve, melyik nincs. Én azt szeretném, ha a törvény ezt mondja, hogy, és akkor ebbe gyertek, egyezzünk ki szépen. Hogyha ezt így meg lehetne oldani? Az a helyzet, hogy ez, amit te mondasz, Jocó, ez egy majdani idilli jövőben abszolút működőképes lenne itt. Szerintem a probléma egyelőre a jelenben ott van, és egyébként tényleg támogatnám, mert korrekt lenne. Van egy korhatár, nem csak nyugdíjban megyünk, hanem elkezdünk, és letisztázunk ilyen
igen, dolgokat. De az a helyzet a jelennel kapcsolatban, hogy visszamenőleg annyi rendezetlen dolog van papírügyileg, akár hagyaték szempontjából, akár zsebszerződések, akár kinek a nevén van egyáltalán a föld, vagy a tulajdonos elhunyt, megvenné valaki más azt a telket, de a gyerekei már legalább egy évtizede Amerikában. Tehát annyi ilyen keszekusza helyzet van, hogy mindenek előtt ezt kellene letisztázni. Hát igen, a legjobb fordulat a sztoriban, hogy mikor már majdnem minden, tehát minden le volt az asztalra téve, minden papírt átböngésztünk, készen áll az egész mindenség, hogy rendben legyen, és végleg valami ugye hivatalos papír a közjegyzői pöcséttel oda kerüljön szépen, hogy rendben is maradt minden, és mindenki boldog, senki nem vívott semmilyen csörtét ezzel kapcsolatban, akkor rendszerint jön a drámai fordulat, előkerül egy távoli rokon. Ez nem tudom, hogy honnan bukkannak elő egyébként. Az, aki már karriert csinál magának Brüsszelben, vagy Londonban, vagy Pesten, vagy Prágában, és akkor mindenki már ugye nagyjából elrendezkedett az öröklési problémával kapcsolatban, minden rendben lenne, akár lehetne egy jó drámát írni erről, és akkor egyszer csak valahonnan, mint így felbukkan, mint a gomba a föld alól, jön a távoli rokon, és nála is vannak érvényes papírok. Róla miért feledkeztetek meg? Hát nálunk olyan érdekes, mert nálunk ez pont fordítva van, vagy nálunk körzetünkben vagy. A székely mentalitás szerint, nem olyan, mint egy hollywoodi film, vagy hopp, egyszer csak jön a nagybácsi valahonnan. Szerintem mi nagyon számon tartjuk, vagy én ezt látom. Hát egy jó gazdag rokont külföldről én is számon tartanék. Ugye, legalább nyaralni, legyen ahova menni nyaralni, ha más nem. Itt inkább az a gond nálunk szerintem, nem is az, hogy betoppan valami váratlan fordulat, hanem ez, amit te mondtál, Jocó, hogy ténylegesen az a mentalitás van, hogy majd miután nem leszek fiaim, intézzétek el, csak ezzel az a baj, ha józan paraszti logikát követjük, hogyha most azt mondjuk, ugye, hogy van négy testvér, aki már idősödő korba lépett, nevükön van ilyen olyan egy-két erdő, egy-két kasszáló, nem tudom, némi nemű beltelek, és mind a négy azt mondja, hogy majd miután. Annak a négynek van két gyermeke fejenként, már mindjárt 8 személy. Ha az unokáik kerülnek majd sorra, és az minél... egyik elvált, igen, és akkor igen, így tovább. Minél tovább telnek az évek, és gyűrűdzik, annál jobban szó szerint elburjánzik ez a történet, egészen addig, hogy vannak jelenleg olyan helyzetek, hogy szó szerint lehetetlenség összeszedni, hogy jog szerint az öröklődésben kit mi érintene, vagy kit kellene egyáltalán megkeresni ehhez. És a második dolog, amit ugye említettem, mert azzal kezdtem, hogy két fő okot látok erre, a második dolog, ugye az egyik az, hogy akkor én tabu, mert hogy akkor várjátok a halálomat dolog, és a másik, ami szerintem felüti a fejét, az az, hogy nem figyelünk egymásra. Egy bizonyos kor után már annyira megkeseredett bennünk az élet, vagy annyira feladtuk, hogy azt mondjuk, hogy amiatt mondjuk azt, hogy majd aztán ti elintézitek. Pedig milyen jó lenne, hogyha figyelnénk egymásra, és azt mondanánk, hogy na fiam, volt egy erdő, igen, gyere, nézzük meg, segítek abban, hogy az az erdő végre a nevemre kerüljön, és utána majd, ugye halálom után természetesen sokkal egyszerűbb lesz, hogy ki örökli, két gyerekem van, három gyerekem van, egy gyerekem van, teljesen mindegy, de hogy akkor ez a fajta odafigyelés hiányzik. Van egy ilyen példám, tudom, hogy egy szomszédom mesélte, hogy ő tudta, hogy van egy erdő, ő oda ment az apjához, és azt mondta, hogy apja, gyere, intézzük el ezt az erdőt, ami a déd vagy ők nagyapám nevén van, és az apja meg azt mondta, hogy jaj, fiam, én már öreg vagyok, én már ezzel nem akarok foglalkozni, ugye? Tehát, hogy nem figyelünk, nincs meg az a fajta figyelem, mert már az öregség hozza, vagy bármi, a lényeg az, hogy jó lenne, hogyha figyelnénk egymásra, 0726 71 99 66, ez a telefonszámunk. Ti mit gondoltok ezekről a dolgokról? Mennyire örültök ennek az új törvénynek, illetve szóljatok hozzá, bármi nemű kérdésetek vagy észrevételetek van a témával kapcsolatban. Hármas szabály. A maga nemében páratlan. Jól tudtuk azt, hogy valamilyen szinten benneteket is érdekel a mai műsor különböző téma sorozata, így persze első körben, vagy másodkörben, mikor megnéztük tulajdonképpen, hogy hogyan tudnánk, vagy nem tudnánk spórolni, egy nagyon jó, mondjuk részletére arcára világít rám hallgatói üzenet, Éva írja nekünk. Nagy híve vagyok a spórlásnak, gázt, vizet, áramot csak addig használok, míg föltétlen szükséges. Követem a nagy felhajtást uniós szinten is, de aki a fél életét abban élte le, hogy a gyermekei lámpa, gyertya mellett tanuljanak, egy
kocsikát vízben fürdött le az egész család, mert csak egy órára kapott meleg vizet, azok már hadd élvezzék egy kicsit a kényelmet. Azok, akik nagyon agitálnak, amellett, hogy egy kicsit fázzál, ül sötétben, nem mosakodj már annyit, nem baj, ha egy kicsit büdös vagy, na azoknak a telkén több ezer literes medencében mossák a habtestüket, ő a saját medencében. Továbbra is spórolni fogok, írja még, de nem szeretem az álszentséget. Éva, köszönjük, nagyon jó megfontolás. Magyarul azt mondják, hogy ugye Bagoly mondja verébnek, hogy nagyfejű. Előfordul ez ebben a témakörben is igazából. Igen, és köszönjük szépen Robertnek is a hozzászólást, aki úgymond egyfajta megoldást kínál az üzenetével. Olvasom, ez valószínű az ő házában történik. Azt mondja Robert, a nap sokat süt, a napkollektor sok meleg vizet és áramot ad, a rendszer ugyan drága, a támogatás bürokráciába fulladva. Pedig családi ház nagy részbe kiszolgálja, tömb házak tetejére is rakható volna, nagyot lehetne csökkenteni a vezetékes áramfogyasztásán, már akár ma, de hát fogyasztói társadalomra vagyunk beállítva. Én a házba elektromos padlófűtéssel vagyok, de a fás rendszer is megépítve vagyon, meleg víz napelemmel, a közeljövőben villany is napkollektorral lesz megoldva, 5 kW írja az árójelbe. Célom, hogy önálló független a vezetékes rendszertől teljesen független legyek. Hát Robert, én azt mondom, hogy ez nagyon jó, hogy ezt az üzenetet elküldted nekünk, ugyanis én is állandóan ilyen jellegű gondolataim vannak, amikor a spórlásról szól a dolog, mert hogy nálunk is nehéz lekapcsolni a villanyt, inkább azon kell gondolkodni, hogy hogyan oldjuk meg azt, hogy égve maradhasson a villany, úgyhogy köszönjük szépen ezt az üzenetet. Igen, és egyébként nem voltál itt akkor, Jocó, ugye, amikor ezt a témát boncolgattuk, de valóban valami ilyen, akár pici, helyi szintű kis, úgymond előrelépésekben látjuk mi a megoldását ennek az egésznek. Hogyha a kis háztartásokon belül meg tudjuk oldani, akkor hogyha globális szintű áramlekapcsolás van, azt hiszem, hogy megélünk, és nem lesz probléma ebből. Jó, mindeközben azért arról is beszélgettünk, ugye, kicsivel korábban a mai műsorban, hogy a különböző sorozatok, meg TikTok videók, egyáltalán internetes kontentek, tartalmak mennyire negatív hatással lehetnek a fiatalokra, és ugye akkor ezen kívül konkrétan azok a kihívások is, amelyeket például TikTokon egyébként senkinek nem ajánlunk. Na, de erre vonatkozóan is érkeztek hozzászólások. Honor például azt írja egészen frappánsan, hogy sziasztok, a mi társaságunkban az a legnagyobb challenge, hogy ki mikor mennyi sört tud meginni egy este alatt, de hát mi maradiak vagyunk, teszi hozzá. Talán azt hiszem a felsorolt példák után főleg még a tietek a legjobb, drága Hunor. Éppen mérgezés, alkoholmérgezés ne legyen belőle, de azon túl valószínűbb, hogy egészségesebb meginni a kupicával vagy a kicsivel, mint sem, hogy mit tudom én, folytogasd magad, mint a TikTok kihívásban. Igen, és beszéltünk itt rajzfilmekről, Jócó, te hoztad az egyik rajzfilm csatorna, mondjuk átváltozását, ha lehetne így, vagy színeváltozását példaként. Írja itt nekünk Hunor, sziasztok, a jó régi Tom and Jerry, na az, de bizonyos országokban be is tiltották agresszió miatt. Úgy tudom, de lehet rosszul tudom. Vannak országok és döntések, itt azt hozzáfűzném. Egyébként pedig van a különböző vicces, poénszerű, akár valamennyire violens tartalomnak is, van ártatlan formája is. A gyerek is felnevet rajta, amikor Jerry ugye az elnyomott, jól popon döngöli azt a bizonyos macskát, Tom macskát. Az is igaz, hogy ezt nem kell minden esetben ugye vérengzésként megmutatni, hanem gondolom minden területen van azért egyfajta vicces része is ennek a dolognak. Odáig még el lehet menni, nem kell azért túlzásba vinni, mondjuk mikor ilyen nagy vérfröcsögés van és földön kívüleket kell kinyírni egy játékban vagy valami, az már egy másik szint. Szeretném megvédeni Tom and Jerry-t, mert hogy egyáltalán nem olyan rajzfilmekre utaltam, amikor utaltam az előző megszólalásomban. A Tom and Jerry-ben nagyon vicces és nagyon édes az, ahogy egymással versengenek ez a két kis állatka, viszont én olyanokról beszélek, ahol tényleg csúnyán beszélnek, nagyon-nagyon próbálnak egyfajta haragot szítani, vagy utálatot szítani, azt látom, ahogy nem tudom, hányást megcsinálni, most ne haragudjatok, de egy gyereknek, vagy ez minek kell, vagy az, ahogy fröcsög a vér, ahogy nem tudom, szétvágják ott egymást, ezek a kis figurák, amik nem emberek, de ilyen, nem tudom, ilyen, hát valószínű az sokat rajzórára nem járt, aki ezeket rajzolt, és akkor neki ez így sikerült, vagy sokat nézett Picasso-t. Hármas szabály, a maga nemében páratlan.